sokszor előfordul, hogy amíg azt hiszük, hogy másokon kísérletezgetünk, addig mi magunk vagyunk a kísérlet tárgya. Hogy kerülünk ide? Ne, Jézusom, fiatal ember, mi nem leszünk rajta. Nem érted? Ez a kép, ez más. Jaj, de értem már, persze, buták vagytok. Hát nem tudod, hogyha az emberről beszélnek, annál egy rosszabb dolog volt, de nem beszélnek. De ez a kép, ez több! Látom, több, mint amit eddig festettél, és sőt, több, mint amit bárki mostanában festett. Mi már most abban a szabad és forradalmi 20. században élünk, csak a környezetünknel. Nem hiszem, hogy bárhol is ki fogom állítani. Hogy? Sőt, sehol nem fogom kiállítani. Ez a rejtélyes fiatalember, akinek még a nevét sem vagy hajlandó elárulni, nyilván sose gondolkozik. Hát, nem csodálom, hogy annyira megragadott te, hogy az ember szemébe néz. A legnagyobb gondolatok a fejekben születnek, és a legnagyobb bűnök is. Csak is a fejekben. Jó, de a bűnökért felállni kell, Lortán. Ja, ezt mondják az iskolában. Én nagyját tettelek volna, híressét tettelek volna, és az egész világ ismert volna. Te a nevemet viselhetted volna. Igen, volna. Tudod, mi vagy most? Csinos pofikájú, harmadrangú színésznő. Az emberek itt tele vannak előítélettel, itt az ember nem debütálhat egy botránnyal! De hogy szigű? Te ismerik a neved a színházban? Nem tudom, de mi? Voltál hátul a kulisszák mögött? Igen, de mi? Nézd már meg! Meghalt! Mi van, ha valaki látni akarja, hogyha Bázé meg szeretné nézni, mert bizonyára látni akarja, imádja a képet. Nem, még semmi sem változott.